Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jön a Battlefield 1 és a TTK. Ugye így nevezték el a legújabb fegyver frissítés féle update-jüket. Igyekeznek a DICE-osok, és ez tetszik bennük. És ugye egy előző videóban mondta, hogy most elért egy olyan stádiumban megint a Battlefield 1, hogy játéknak lehet nevezni, és hogyha abba hagytad netán valamiért a játékot, akkor érdemes visszanézni rá, mert az új DLC-kben lévő két új pálya nagyon-nagyon-nagyon jóra sikeredett, és egy élvezetes játékot nyújtanak. Nos, de ebben a videóban nem arról lesz szó, hanem a fegyverekről, és hogy mely fegyvereket érdemes választani a legutóbbi frissítés után, mert hogy minden egyes klasszhoz, jó, a sniper ez annyira nem, de a többi három klasszhoz hozzányúltak, és egy új balanszot hoztak létre a fegyvereknek, és ezáltal új lehetőségeket és némi változatosságra adtak, okot, hogy ne a kedvenc automatikódat választ, hanem netán kóstolj bele más fegyverekbe is. És mit lehet általánosan elmondani, mielőtt belevágok fegyver specifikációkba, mit lehet általánosan elmondani erről a update-ről? Annyit, hogy nagy általánosságban, ha volt eddig kedvenc fegyvered, nagy különbséget azért érezni nem fogsz, tehát valószínűleg még mindig szeretni fogod azt a fegyveredet, viszont ám némi esélyt adott a többi fegyvernek is a klasszban, nem sokat, de némi esélyt adott a többi fegyvernek is, hogy esetleg megnézd is belekóstolt, tehát úgy érzem, hogy úgy nyélbe ütötték a dolgot, hogy nem változott hatalmasat az update után a fegyverek nem változtak hatalmasat, de épp annyit változtak, hogyha netán megunnád az egyiket, akkor belekóstolja a másikba is, és ne az legyen mindig ugyanazzal a fegyverekkel lőni, mert azzal lesz esélye csak azon az adott pályán. Tehát tényleg most már meg lehet, hogy van esélyed is arra, hogy jól gyere ki a csatából. A következő dolog pedig, hogy mivel hogy más fegyverek is esélyt kapnak, így mondhatni a játékban, mint a Heringer, mint az Automatico, mint az összes sniper, mint a medic fegyverek, csak egy-kettő volt használható, egy-két light machine gun volt használható, más fegyverek is esélyt kapnak. Na most ez két problémával járhat, a régi, az alappálya dizájnokon az igazság az, hogy nehéz lesz az új fegyverekkel, vagy az új esélyt kapott fegyverekkel még mindig taktikázni, mivel a pályadizájn nem feltétlenül engedi ezt meg, viszont az új DLC-n lévő pályákon teljes mértékben ki lehet használni az újonnan esélyt kapott fegyvereknek, és mégpedig a taktikai részét is. Tehát egy kicsit végre, mint a Battlefield 4-ben is, lehet taktikázni, jobbra-balra menni, hátuk mögül menni, lelőni, és a többi. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon kellett a Battlefield 1-nek, hogy ez így legyen, és ez az update úgy érzem, hogy lehetőséget nyújtott erre. Nos, beszélgessünk akkor egy kicsit úgy általánosan a fegyverekről. A gameplay nem feltétlenül reprezentálja azt a fegyvert, amit látni, vagyis amiről beszélek, de úgy általánosan szeretnék beszélni róluk. Szóval kezdjük a medic klasszal, és az első ilyen fegyver, amit szeretnék beszélni, az az RSC. Az a fegyver eddig sem volt rossz, a neheze vele ugye, hogy csak 6 golyó van benne, és nagyon precízen kell vele célozni, hogy meglegyen, de most már az update-nek köszönhetően erős lett, még erősebb lett, és nagyon precíz is, és ezáltal a közel-távon 2 golyóból öl, tehát 2 golyóval eltalálod, a 6-ból az enemidet széthullanak. Nem az a fegyver, amivel nagyon rásolni fogsz, de nincs pánik, mert azért ki lehet taktikázni a dolgot. Szóval egy taktikus és precíz játékos, célzó játékos vagy, akkor érdemes ránézni az RSC-re, bár nehéz vele kicsit lőni, de ha megszokod, nagyon-nagyon jutalmazó tud lenni a játék. A másik két fegyver, ami így letakarja, ez egy kicsit agresszívebb játékstílussal rendelkező játékosokat, de hozzáteszem, hogy azért meg kell gondolni, tehát fejjel itt sem mehetsz bele a falba, és az a Fedorov és az autoloadingnak az automata változata. Ez a két fegyver azért nagyon jól tudnak lenni 1v1 csatározások terén, de szóló kerül, hogy meg kell lebd az ellenfeledet azért, hogy legyőz, mert hogyha
szembe mész egy Hellriggeressel, az még mindig le fog teríteni gomb nélkül, tehát nem tudsz vele mit csinálni, de hogyha előcélzol a sarkok mögül, megleped az ellenfele, gyorsabban lősz, akkor mind a kettő, mind a Fedorov és az autoloading úgy tapasztaltam, hogy fantasztikus munkát tudnak végezni 1v1-ben. Ugye a probléma itt velük, hogy mivel egy rásterem játékos vagy, és egy tár, egy ember nagyjából azért kettőt le tudsz hozni, az autoloadinggal főleg le tudsz hozni kettőt, ha nagyon precízen célzol, hármat is le fogsz tudni hozni, ez komolyan, és nagyon jól le lehet vele csinálni, de az precízen kell célozni, és tényleg meg kell lepd az ellenfelet, hogy ne kelljen újra töltsél, és emiatt a medic fegyverek közel, közép és hosszú távú buffot kaptak precizitásban és erőben, és emiatt remélhetőleg, hogy több medic fog megjelenni a pályán mindenképp. A következő részleg legyen akkor a Assault Class. Na most itt azért nagyobb változások történgettek, de mégsem fogsz tudni talán lemondani a kedvenc Hellriggeredről. Az automatikó például az kapott egy kisebb nerföt, már nem lő olyan precízen, egy kicsit jobb az oldalra való kimozgása a fegyvernek, és látszik is, mert egyre kevesebben játsszák ezt a fegyvert a játékba. Ám viszont a helyettese, aki később jött ki, és annyira nem fogott meg senkit, egyfelől az a Ribeiroz, az most nagyon jó lett. Nyílegyenesen lő, ha ki van támasztva, és eddig se volt rossz, tehát mozgás közben is nagyon precízen lehetett vele lőni. És ugyancsak, mint ahogy mondtam, a medic classban, hogyha sikerül meglepned az ellenfelet, vagy ha előcélzol és óvatosabb vagy egy kicsit, akkor nagyon-nagyon jó eséllyel jöhetsz ki, akár még a Hellrigger ellen is, mert hogy a Hellrigger, bár egy kis nerfet kapott egyet több golyóval öl, még mindig az egyik legdominánsabb fegyver tud lenni az Assault classban, úgyhogy több mint valószínű, hogy sokat fogunk látni még mindig belőle, de ki tudom emelni azt is, hogy az MP18 például középtávon, tehát ahol több olyan pályákon, ahol több az ilyen középtávú csatározás, oda fogja verni a Hellriggert és a Ribeirost és az automatikot teljes mértékben. Szóval az MP18 azon játékosoknak, akik középtávon tudnak jól célozni, én például egy olyan játékos vagyok, a fegyver ereje és lövési sebessége oda fogja verni akár a Hellriggert. Csak vigyázni kell a közel sarkokon, mert ott nincs esélyed. Szóval hiába mondod, hogy ping, meg hogy cheater, meg valami, nem. A Hellrigger a tűz sebessége miatt le fog darálni, még akkor is, hogyha nagyon pro célzol, hogy őszinte legyek. Szóval a shotgunok terén akármennyit változtatok a dolgon, még mindig a Model 10 az, ami dominálni fog, a Model 10 Hunter, még mindig az fog dominálni. A többi shotgun is egy kicsit feljött, tök jó, de ha ebben a biztonsági zónában akarsz játszani a játékkal, akkor a Model 10 lesz még mindig az, ami igazán nyelbe üti az üzletet. Na most jön az egyik favoritom számomra, és az ugye a Light Machine Gunok, a Support Class. Ott pedig azért egy meglepetés fegyver kezd kiemelkedni a többi közül, és legalábbis én szeretem azt a fegyvert, hogy jó dizájnja van, de ott annyi meg is állt a jó dizájnál, mert egy kicsit, nem kicsit volt hasznavehetetlen előzőekben, és ez pedig a Benny Mercy. A Benny Mercy kiemelkedik most, egyrészt mert nyílegyenesen tud lőni, és hogyha az a fajta supportjátékos vagy, aki mondjuk sniperkedni szeret egy supporttal, amit nem nagyon értek egyet vele, akkor a Benny Mercyvel most nagyon-nagyon előre tudsz jutni, főleg ugye a teleszkópik változatával nyílegyenesen lő, megfelelő mennyiségű golyó van benne, és nagyon erősen tud lőni, úgyhogy ha tényleg az a fajta játékos, aki távolról szereti ki kempelgetni az embereket, akkor Benny Mercyvel valószínűleg élvezetet lesz. Na most, hogyha agresszívebb játékos vagy, akkor a Barstorm még mindig az opció. Tehát még mindig az opció. A tűzsebessége, ereje, az még mindig az opció erre a játékra.
Az, a dolog annyi, hogy annyi nerföt kapott a support class, hogy egy kicsit oldal kilengésben már nem annyira jók a fegyverek, a bár különösen kapott egy ilyen nerföt, de még mindig az egyik megbízható opció arra, hogy leterítsük az enemiket. De ha akarjátok a kakuk tojást és az igazi csúcsminőséget ebben, akkor a huotot ajánlom. Egyszerűen nyíl, egyenesen lő, mozgás közben, térdelés közben, fekvés közben, mindegy, hogy lassabban lő, de a buff miatt, mondhatni, mert kapott egy kis buffot, egyszerűen kurva jó lett. Rásolásra, távolra valami kevés golyó van benne, oké, de üt, mint a bika, ahhoz képest, mint ahogy ütött előzőleg, és nagyon-nagyon precíz tud lenni, állva is, nem csak fekve. Ha nagyon precízen akarsz célozni, lefekszel, de akkor kilométerekre célzol levele precízen, tehát tényleg a sniperek sárgaságot kapnak, annyira jó, és a megengedi a kettő közötti játékot, tehát a snipoló supportot és a rusholó supportot, mikor melyikhez van kedved, a huotta meg fogod csinálni. És szóval számomra a huot a nyélbeütött üzlet jelen pillanatban a support klassznál. A sniperesek nem nagyon kaptak semmit, a sniperek eddig is erősek voltak, és nem nagyon látok változást ezen a téren, csak annyit, hogy végre a játékosok nagy része kezd más fegyvereket is választani, mint hogy a sniper class, de hogyha pánik van és nagyon szarstatod van, még mindig a sniper class az, amihez nyúlni kell ahhoz, hogy ezt mit feljavítsd. Hogyha úgy érzed, hogy nem megy a játék, akkor csak fogd a Russian Sniper-t és fantasztikusan fogsz tudni már is játszani. Sajnos a sniper classok még mindig OP-k szerintem a Battlefield 1-ben, egy kicsit is túl könnyű velük játszani. Na, de ez van, ez gondolom én. Attól függetlenül, hogy nagyon jutalmazó és élvezetes. Srácok, ezek lettek volna a Battlefield 1 fegyver ajánlóim. Remélem, hogy tetszettek. Ha kíváncsiak vagytok bármilyen Battlefield 1-jel való kapcsolatos témára, akkor hagyjátok lent a kommentben, és szívesen csinálok róla egy videót. Discordon van Discord szerverünk, megtaláljátok le a videó leírásában, várlak titeket szeretettel. Facebookon, ha kérdésétek vannak, Necrocream. Következő videóig, sziasztok!